Szervusztok, jó estét kívánok mindenkinek. 6 órakor fogunk találkozni, de mint mindig, most is egy kis előzetes, hogy addig is fölkészüljünk. Már pár képviselőnek pedig arra tesz ígéretet, hogy a vitában senkinek sem maradunk valósai. Ha támadnak bennünket, biztosak lehettek abban, hogy olyan lesz a fogadisten, amilyen az is. Szervusztok,
Szép napot kívánok mindenkinek. 6 óra van. Mindenkitől elnézést kérek, hogyha ezekben a bevezető pillanatokban is, vagy akár az adás közben is egy pár dolog nem tökéletesen működik, de jól működik, csak én vagyok ügyetlen. Most például körülbelül azt látom, hogy a fényviszonyok azok nem az igaziak, és nem tudom, hogy hogyan kellene a fényviszonyokat az főképemen visszaállítani, hogy ne legyen egy ilyen bepirosodás az arcomon. Egyébként, úgyhogy lehet, hogy ma este ezzel kell megelégednetek. De hát próbálkozom mindig egy technikával, hogy minél tartalmasabb legyen, és egyfajta prezentációt is tudjak hozzácsatolni az adásokhoz, de ezek a beavatkozások után pedig néha valami elromlik, és azzal akkor itt az adásban hirtelen már nem tudok mit kezdeni. Hát most úgy néz ki, legalábbis én úgy látom, hogy úgy néz ki a kép, minthogyha rúzsozva lenne a szám, ami egyébként nagyon zsúnya és roppantul zavar engem, de nem tudom, hogy ebben hogyan tudok menet közben beavatkozni. Lehet, hogy sehogy. Tehát ez van, elnézéseteket kérem. Majd igyekszem keveset rajta lenni a képen, ilyen nagy formában. Sok mindenről szeretnék ma este is beszélgetni veletek, de természetesen továbbra is várom majd a kérdéseket. Nem tudtam, hogy hol helyezzem el az adásban, de az elmúlt időszakban egyre többen kérdezték tőlem, hogy mi a véleményem az optálásról. Volt, amikor ez a kérdésre azt mondtam, hogy egyszer nem értem, hogy miért teszik föl, teljesen most sem vagyok benne biztos. Az optálásnak van egy politikai tartalma, de nem annyira aktuális. Azt gondolom én, de lehet, hogy tévedek. Az optálás az egyébként állampolgárság váltást jelent. Tehát a politika tudománya, amikor ezt kitalálta, akkor annak az volt a fogalma, tehát az volt az előírása, hogy mondjuk a trianoni béke után, erre utal egyébként az én ide vonatkozó jelzésem a képen, és a trianoni béke után ugye Magyarországtól Jugoszláviába, Olaszországba, Ausztriába, Lengyelországhoz, Csehországhoz, Romániához csatoltak nagyon sok magyar területet. És ezek a magyar területeknek az elcsatolásakor, ugye azok, akik nem költöztek el otthonról, de addig magyar állampolgárok voltak, hirtelen cseh, lengyel, román, jugoszláv, olasz vagy osztrák állampolgárokká váltak. Különböző országok különbözőképpen reagáltak, de mindegyik esetében igaz, hogyha egyszer egy nemzetközi politikai szerződés rögzítette azt, hogy ez a terület innentől mondjuk Csehországhoz tartozik, Csehszlovákiához ugye a trianon után tartozik, akkor ők csehszlovák állampolgár kell, hogy legyenek. És akkor a felvidéki magyarságnak az akkori Csehszlovákiában azt mondták, hogy hát most már tartó cseh állampolgárok vagytok, de ha akartok magyar állampolgárok lenni, ugye? Tehát ez az állampolgárváltás, hogy csehek lesztek, csehszlovákok lesztek ezentúl, de ha akartok magyarok lenni, maradni, ha úgy tetszik, akkor bizony különböző országok különbözőképpen reagáltak, de mondjuk Csehszlovákia kitoloncolta őket a lakásaiból, kirakta, és kényszer módon áttelepítette őket Magyarország területére. Ugye? Tehát ez az a alappolitikai helyzet. Van ma aktualitása, tehát nem teljesen véletlenül mondom azt, hogy itt van Putyin elnöknek most egy nagyon különleges háborús magatartása van, ugye azért, hogy megpróbál területeket elfoglalni Ukrajnából, majd ott egy látszat népszavazással
azt mondja, hogy szavazzatok, hogy el akartok-e szakadni Ukrajnától, és akartok-e csatlakozni Oroszországhoz. Mert ha igen, akkor én ezt el fogom fogadni. Na most ezen a, ott van a katonaság, és aki nem akar ránk szavazni, azt deportálom. De a részében. Vagy amúgy is egyébként én mondom meg, hogy mi volt a népszavazásnak az eredménye, a Krím-félszigeten is többek között ezt csinálta Putyin elnök, tehát ezt mondja, hogy az ottani lakosság 80-90%-a Oroszországhoz akar csatlakozni, rendben van, Oroszországban az orosz parlament megszavazza, hogy akkor az orosz föderáció révévé vált mondjuk a Krím-félsziget. És innentől Putyin már azt mondja, hogy ha ezt nem ismeri el Ukrajna, és fegyverkezik, mert úgy gondolja, hogy csak fegyverszünet van, mert vissza akarja szerezni a Krím-félszigetet, akkor már Ukrajna akarja megtámadni Oroszországot. De ennek a politikai játéknak, amelyik szörnyűség, tehát ugye nem tudom másképpen mondani, hanem ez egy szörnyűség, ennek a politikai játéknak az a tartalma, vagy ugye az a része, hogy ott az emberekkel játszadozik a hatalom, a politika, a világpolitika, a nemzetpolitika, most éppen Ukrajnában mondjuk Putyin elnök, tehát az orosz politika. Mert aki ott akar maradni a Krím-félszigeten, az onnantól orosz állampolgár. És Putyin elnök egész biztosan nem engedi meg, hogy megmaradhasson az ukrán állampolgársága is. Trianoni változások után, amíg a II. Világháború lezárását követő békeszerződés utáni Magyarországon, ez nagyon sokáig így volt, de utána a magyar kormány egyébként Orbán Viktor nevéhez kötődik, kijelentette, hogy az elcsatolt térségek igazolt származását tekintve igazolt állampolgárainak, ha kérik, megadják a magyar állampolgárságot. Yeah. Hát ezt először Szlovákia nagyon tiltakozott, ő mondta, hogy meg Románia is nagyon tiltakozott, azt mondta, hogy az, hogy meg fogják vonni az állampolgárságok azoktól, akik elfogadják a magyar állampolgárságot, Ukrajna is hasonlóan kemény szavakkal vett az de végül is nagyjából én úgy érzékelem, hogy a szomszédaink beletörődtek, hogy már pedig a magyarok kiadják a másod, az útlevelet, a magyar állampolgárságot, akik igazolják és ezt kérik, és nem adják meg az ide vonatkozó adatokat Ukrajnának, Romániának, Szlovákiának, tehát hogy az a ne legyen lehetőségük valamilyen szankciónak az alkalmazására, de hát egyébként az Európai Unió meg az ilyen típusú szankciót nem is engedi meg, tehát ebből egy politikai feszültség volt. Nem tudom miért, de az utóbbi napokban meglehetősen sokan kérdezik tőlem, messengeren megkeresve adás kérdésében is szerepelt már, hogy mit szólnánk ahhoz, hiszen egész Facebook csoportok alakultak arra, hogy vagy, hogyha nem eddig nem volt, de fölvehetnéd a magyar állampolgárságot, akkor vedd föl. A kérdés az úgy is elhangzott, hogy erről mi az én véleményem. Az én véleményem az egyébként, amikor ezt a kettős állampolgárságot az Orbán kormány meghirdette, csak azért, hogy az objektivitásom látszódjon, és ellenezte ezt az akkori hatalom, tehát ugye az akkori szabaddemokrata, MSZP-s kormányzás, ugye ezt ellenezte különböző kifogásokkal, nem fogom elővenni. Én mindenhol, és meg is kerestem az akkori kormányvezetőit, hogy hát ez nem lehetséges. Hát ha valakinek volt egy állampolgársága, és azt egy politikai döntéssel elvették tőle, akkor azt, ha lehet, vissza kell neki adni, ha kéri. Mert ez az övé volt. Nem volt jogszerű, nem volt törvényes, nem volt értelemszerű, hogy elvehették tőle, hogy megfoszthatták a magyar állampolgárságot. És ezt csak pénzre mondani, hogyha nagyon sok románnak, erdélyi magyarnak visszaadják magyar állampolgárságot, akkor ők el fogják árasztani és elveszik a munkáját a magyarok elől. Ez nagyon súlyos hibája volt az akkori MSZP-SZDSZ kormányzásnak, amelybe bele is bukott, én azt kell mondanom, mert a 2010-es váltásnak többek között ilyesmik is volt, a korrupció és ilyesmi oka is voltak, és azóta azért van, hogy ebből a térségből 90-98% a Fideszre szavaz, mert megkapták, mégis megkapták 2010 után az állampolgárságot, közel 1 millióan talán,
és ők szavazati jogot is kaptak, és ezért ezek az úgynevezett levélszavazatok, hát nem véletlenül Orbán Viktor mellett foglalnak állást. A kérdés az volt, hogy nem jár-e veszélyekkel, tehát ilyen kérdéseket kaptam napokban. Én nem látok benne veszélyt, ha valaki ezt fel, ha él a magyar állampolgársággal, legalábbis magyar oldalról nem látok veszélyt. A saját hazájukban, ha ennek vannak szankciói, én azt nem tudom követni, tehát arra nem tudok válaszolni. De olyan kérdés is kaptam, amely azt próbáltam magyarázni, hogy ha például az optálásban felveszik a magyar állampolgárságot is, ugye ebben az esetben azt gondolom, mint egy választást, akkor majd rájuk nem fognak vonatkozni különböző törvények. Gondolom a hazájukban, tehát a saját pillanatnyi államukban lévő kormányzat is az ő döntéseket tettek. Ebben olyan kérdések is voltak, amivel ráadásul a kérdésekben nem értek egyet, hogy például a kötelező vakcina beadása ugye a COVID vírus kapcsán. Ezt most én nem akarom kifejteni. A kérdése viszont ez a válaszom ide vonatkozik rájuk. Tehát azt kell tudni, hogy akkor érdemes felvenni egy másik állampolgárságot, ha azok az én számomra, az az ő számára, akár morálisan, akár jogilag valamilyen többletet adnak. Mert ha van valami többlet, azért el kell mondanom, az kötelezettséget is jelent. Tehát amikor például a magyar állampolgárságot leteszi valaki az esküt, akkor azt az esküt is leteszi, hogy a magyar törvényeket betartja. Tehát amennyiben kormány, ugye a magyar kormányhoz kötelező vakcinaoltásról mondjuk intézkedést, akkor azt be kell tartania a részében, mint minden más magyar törvényt. Azt is, amivel én nem értek egyet, de be kell tartania. Sőt, a legtöbb nemzetállam törvényei úgy szólnak, hogy ha te nálam állampolgár vagy, de nem tartózkodsz mondjuk magyar állampolgár vagy, és nem tartózkodsz Magyarországon, akkor is be kell tartanod a magyar törvényeket. Tehát, hogy a külföldön vagy, akkor is, ha magyar állampolgárként jelensz meg külföldön, be kell tartanod a törvényeket. Tehát jár előnnyel mondjuk egy kárpátaljai vagy erdélyi magyarnak, jár a magyar, a kettős állampolgár, sok minden miatt jár előnye, de azért is például a kárpátaljainak, mert uniós állampolgárrá válik, és mindent szabadon tud utazni az unióban. De a magyar törvények vonatkozni fognak onnantól rá. Tehát olyan nincs, hogy azt mondom, hogy ha én Magyarországon vagyok, akkor mondjuk ukrán vagyok, ha Ukrajnában vagyok, akkor magyar vagyok. Ugyanígy vonatkozik, hogy ha megmaradt ugye az ukrán állampolgársága, akkor azért a hat kötelezettséget te bevezetik Ukrajnába, akkor az vonatkozik rá. Nehezen tudja végrehajtani, ezt lehet nehezíteni, de ha az a törvény szigorú szankciókat ír elő, akkor azok a szankciók érvényesülhetnek a későbbiekben. Tehát ha két állampolgárságom van, vagy akár csak váltok állampolgárságot, tehát átköltözöm Magyarországra, és inkább feladom mondjuk az ukrán állampolgárságot, ahol állampolgárságom van, azoknak az országoknak a jogai is megilletnek, de azoknak az országoknak a törvényi kötelezettségeit is rámróttá válnak. Tehát ezt tudtam most nagyon gyorsan ebbe az oktatásban elmondani, remélem, hogy ezzel valamilyen szinten megválaszoltam a kérdésfeltevőket. Nyilvánvaló egy ukrajnai sorozás, stb. Az azért felvethet kárpátai magyarokban, tehát ugye nagyon sokan át is jöttek a határon, tehát felvethet olyan kérdést, hogy akkor ő inkább magyar állampolgár akar lenni, ezt személyében kell eldöntenie. Évatabb kérdező, Tajani Pinder mondata szerint Európa még sosem állt ilyen közel a háborúhoz, mint Putyin mostani intézkedésének hatására. Mi erről a véleményem? Aggasztó-e a helyzet? Azt gondolom, hogy Éva kérdése kapcsán én megpróbálok, igen, pont a következő saját, hogy is hívják, posztom is erről, voltaképpen erről szól. El kell mondanom, hogy Tajani Pétert nagyon tisztelem.
Úgy tudom, én csütörtökönként tartok itt a Facebookon egy ilyen másfél órás előadást, és ő valamelyik rádióban, most nem tudom megmondani, hogy melyikben, péntek esténként a feleségem folyamatosan hallgatja, én meg ha tehetem. Egy kiemelkedő felkészültségű szakember. Tehát általánosságban azt kell mondanom, hogy Tárjáni Pétert hallgatni nagyon is érdemes. Tehát mindenképpen érdemes. Egy bizonyos területen van kiemelkedő szaktudása, de nem is nagyon szokott róla elvándorolni. Tehát ugye nem szokott elvándorolni. Ezért, ha ő azt mondja, hogy Európa sosem állt még ennyire közel a háborúhoz, akkor ha úgy mondom, hogy a második világháború után, ugye, a részében valószínűleg így értette, a részében akkor azon azt kell gondolkodni, hogy nem nagyon szívesen vitatkoznék vele. És mégis azt kell mondanom, de nem Tarjáni Péter akarok vitatkozni, a józanész alapján, és én hallgattam múlt hét pénteken Pétert, pont. Ő is elmondta, azt hiszem, hogy fantasztikus adathalmazokat mondott, hogy mondjuk azt ugye tudtam nemzetközi gazdasági szakértőként, hogy az orosz GDP, tehát az orosz gazdaság ereje, az egy spanyol gazdaságéval egyezik meg. Tehát a német erősebb, a francia erősebb, a spanyol is erősebb sokkal, mint a magyar, csak hogy félreértés ne essen, de körülbelül a spanyol gazdaság erejé, gazdasági potenciájával rendelkezik Oroszország. Ennek vannak következményei is, és vannak voltak éppen ismert adatok is, mert a legtöbb ország költségvetése, a konkrét költése nem is, de a költségvetése az itt Európában vagy Európa környezetében publikus, és abból vannak adatok arról, hogy mekkora összeget tud a hadi kiadásokra, a hadi fejlesztésre, a hadsereg fenntartására fordítani Oroszország. És abból az látszik, hogy hosszú-hosszú évek óta Oroszországnak éppen azért, mert a gazdaság egészének a mérete, az egy spanyol gazdasági méret, körülbelül nagyságrendileg emlékeim szerint Tarjáni Pétertől hallottam, csak elnézését kérem a vértel, rosszul idézem, de körülbelül akkora, mint Németországé, aki egyébként most növelni fogja, tehát valószínűleg Oroszországot le fogja hagyni. De már, meg sem, nem, már nem éri el a franciákét, és nem éri el az angolt. Tehát ha nyugat-európai hadra csak a NATO néhány kiemelt haderejé vagy országát tekintjük, akkor mondjuk Németország, Anglia, Franciaország összesen már háromszor, négyszer annyi pénzt tud költeni a hadsereg fejlesztésére és fenntartására, mint Oroszország. Amerika, pedig nem emlékszem a pontos számra, hogy mit mondott Tarjáni Péter, de talán négyszeres, ötszörös, hatszoros, vagy tízszeres, tehát valamilyen sokszoros, tehát egy nagy szorzószámmal többet fordít minden évben a hadseregére, miközben a GDP-re, a gazdasági teljesítményében nem fordít százalékosan többet, sőt inkább Putyin elnök, tehát Oroszország fordít rá többet. Ezért a fegyverzeti oldaláról, a hadsereg oldaláról, egy háború nyerés oldaláról semmilyen esélye nincsen Putyin elnöknek. Oroszország csak azért egy, ezt már nem Pétertől hallottam, de más összefüggésben egyébként ez is levezethető, vagy érzékelhető, hogy mondjuk mindent megtesz Oroszország, hogy mondjuk egy olyan fejlett harckocsi, de egyébként más szerepet betöltő harckocsit hozzon létre. Most hallottuk róla, hogy az ukránok ebből egyet vagy kettőt már a háborúban megszereztek, és átadták a nyugatiaknak elemzésre, amely az elektronika területén tud harcolni, tehát előre megy a hadseregbe, és ott egy elég széles körben olyan zavarokat tesz a kommunikációban, hogy a vele szemben álló hadsereg, vagy a felszálló repülőgépek, vagy a célzó ágyuknak megzavarja a kommunikációs rendszerét, ezért nem tudnak pontosan repülni, nem tudnak pontosan lőni, nem tudnak egymással kommunikálni. Ilyen fegyvere Oroszországnak is van, és ilyen fegyvere van egyébként az fejlett nyugat-európai országnak, NATO-nak kiemelkedő. Szerintem azt gondolom, hogy egy-egy egész generációval a NATO-i erősebb, de ezt most felejtsük el. Legyen ugyanolyan, mint amit az oroszok. De egy-egy ilyen
harci eszköznek az előállítási költsége döbbenetesen nagy összeg. Tehát 100 milliárd, milliárd, 10 milliárd, 100 milliárd, borzasztóan nagy összeg. Ezért ebből Oroszország, ha a fejlesztésre folytott költségből még el is éri, de nem tud legyártani csak 5-öt vagy 10-et. Vagy egyet, vagy kettőt. Ezek is voltak ilyen, hogy a legkorszerűbb a Vöröstéren fölvonuló harckocsikból, hogy úgy tudjuk, hogy 3 van neki, vagy 4, abból egyet mondjuk elvitt Ukrajnába, vagy kettőt. Az amerikai gazdaság még 50-et tud legyártani. A háborúban viszont, mikor egy széles front van, akkor az egy, vagy a kettő, vagy a három az veszélyes, de esélytelen. Mert előbb-utóbb a 3-at kilövik, az 50-et meg sokkal lassabban. Ugye az észben. Ezért Oroszországnak, ezt Varjáni Péterre most megint visszatérek, semmi esélye nem lenne egy hagyományos háborúban. Győzni biztosan nem tud, mert semmi esélye nem lenne egy nukleáris háborúban sem. Tehát az a blöf, hogy Oroszország úgy fog győzni, hogy taktikai, vagy annál hatékonyabb, tehát nagyobb befolyása a nukleáris eszközét veti be, kevesebb is van neki, bár abból sok van, ugye az egészébe, de hordozó eszközből már sokkal kevesebb van neki, de azt nem tudja, azzal szemben egy ezt, szintén ez az, hogy kihal meg előbb, ez lehet egy kérdés 2 másodperccel, hogyha mondjuk egy világháborút, egy atomvilágháborút képzelünk el. A rendszer. De ott nem Oroszország ott sem lehet győztes. Tehát az a verzió, hogy Oroszország ezt a háborút megnyeri, szerintem nem áll fenn. Ezért minden olyan lépés, amely fokozza ezt a háborút Putyin elnök részéről, az nem logikus. De ezt a háborút elindítani sem volt logikus. Csak ott még lehetett egy olyan tévedése Putyin elnöknek, hogy a Krím anektálását, elfoglalását tétlenül tűrte Amerika és Nyugat-Európa néhány szóbeli és néhány kisebb szankcióval 2014-ben, gondolhatta, hogy ez most is így lesz. De már nincs így. Tehát ez már kiderült, hogy nincs így. Ma már Nyugat-Európa, a NATO, Amerika nem hagyhatja, hogy Oroszország győzön, és nem is fogja. Tehát ezt publikálta is, szólta is, és el is mondta. Lassan hoz döntéseket, lassabban viszi be a legkorszerűbb fegyvereit, de ezt a háborút Oroszország biztosan vesztese lesz. Hogy a világ egésze is, de értsük bele akkor Kínát is, tehát csak hogy azért a kínai vezetésével tisztában van. Tehát nem is áll nyíltan Putyin mellé. Mert az egyetlen esélye egy olyan, hogy ne csak Oroszország veszítsen, az mondjuk egy atomháború lenne, ugye, az egészben. De hát a Kína nem akar, ő nem elmebeteg, a kínai vezetők, az európai vezetők sem azok. De hogy egy elmebeteg diktátor az a legvégén milyen döntést hoz, és milyen az a döntésének a hatékonysága odaadza, mert normális országokban, atomfegyverekkel rendelkező országokat, azt úgy kell elképzelni, hogy nem tud egy személy, tehát megbudjant az agya, nem tudja kirobbantani az atomháborút. Na de egy diktatúrában, ha mondjuk Magyarország, ez a kicsi-kicsi tökmag ország, ez atomhatalom lenne, Orbán Viktor környezetében, ez az ember olyan döntést hoz, amilyet akar, és Putyin elnök is olyat hoz, amilyet akar. Persze nem tudom, hogy hívják, hogy Orbán Viktor lakájai öngyilkosak akarnának-e lenni, csak azért, mert meghibbant, hiszen már meghibbant Magyarország miniszterelnöke. Ugye már a fejében van a gőz, tehát a rendszeren belül, de ezt nem tudom. És Putyin elnökről sem lehet elmondani, ezért én azt nem tudom vitatni, hogy miután egy szerintem önkényuralmú elméjében részlegesen megbudjant vezető vezeti Oroszországot, hogy neki milyen az a jövőképe, hogy ha be kellene ismernie, hogy veszített, akkor arra mire képes, ebben
én nem tudok állást foglalni, ebben nem tudok állást foglalni, de akkor mindegyik, ha atomából jössz, akkor mindegyiknek vége van. Nem lehet ezzel a tudattal élni. Tehát azt gondolom, hogy ezzel az tudattal nem lehet élni. Ezért nem gondolom, hogy ebbe az irányba kell nagyon a gondolkodásnak elmenni. Fekete-fehéren kell jelezni. Én azt hiszem, hogy úgy emlékszem, hogy a NATO jelezte is, hogy mikor először Putyin elnök fölvetette, hogy hát ugye van a nem nagy, hanem csak ukrán területeken maradó taktikai atomfegyvere is, és esetleg képes azt is bevetni, akkor NATO az volt, hogy ja, akkor nem állunk meg. Tehát nem engedjük meg, hogy a taktikai atomfegyveredet bevest, ebben a pillanatban fegyvereket szállítunk, logisztikai és pénzügyi segítséget adunk Ukrajnába, de nem vonult be a NATO. A NATO hadüzenetnek az Európa, Nyugat-Európa, világ, a fejlett világ hadüzenetnek tekinteni, ha Putyin elnök bárhol bevetni a taktikai eszközeit. Én szerintem ez egy erős figyelmeztetés volt, de hozzáteszem még egyszer, hogy a elméjében megbudjan diktátorok, és azok szoktak ilyet csinálni, esetében azt mondani, hogy ez 100% hogy visszatartja, azt nem tudom, hogy Oroszország elveszíti ezt a háborút, tehát hogy ő vesztes lesz, az egészen biztos. Hogy az egész világ vesztes lesz-e, azon kívül, hogy gazdasági károkat okozott, az föl fogja tudni a világ dolgozni, azon kívül az még bizonytalan, hogy Oroszország ezt a háborút nem nyeri meg, én ezt úgy így Pétertől is így hallottam, magam is abszolút így gondolom. József Réhe kérdező, Orbán szerint, ha megszüntetnék a szankciókat, az árak megfeleződnének, hogy ez igaz-e? Nem feleződnének meg az energiaárak, de minden bizonnyal visszábesne. Tehát ugye minden bizonnyal visszábesne. De ez azt jelenteni, hogy az orosz agressziót, ami kifejezetten feszélyezteti Nyugat-Európát is, a részében, azt elkezdeni a világ finanszírozni. Én szerintem nem teheti. Tehát nagyon fontos az életemet szakértőként értem le. Nagyon fontos mindig a kérdés feltevésen, hogy mi az alap. Tehát, hogy honnan indulok. Tehát, hogy ha jó választ akarok kapni, akkor nem lehet a 6. emeleten fönnálló pozícióra indulni, és közben romokban hever az 1. emelet. Mert olyan nincs, akkor az egy légvár, ugye ez egy lég 6. emelet. Tehát nem kapok jó választ, ha a kiinduló pontom rossz. Ilyen az Orbáni ördögi béke, erről is van egy ugye az adás végében akartam bemutatni, mindig mindegy emlékeztető, de legyen most ez az adásunk ilyen. Az Orbáni ördögi béke ide kapcsolható ez a rész, aki azt mondja, hogy hívják, hogy ha Ukrajna megadná magát, és föladná területeit, és átadná Oroszországnak, akkor béke lenne. Ugye, ha béke lenne, akkor a békeszerződés alapján akkor a szankciókat is meg lehetne szüntetni, mert béke van. Ugye? És akkor az árak meg az infláció visszaesne. De ilyet csak egy végtelen gazember mond. Más nem tud mondani, végtelen gazember mond. Hogy ő azért békepárti, mert szerinte a béke hozza például az árak, az energiárak feleződését mondjuk, az infláció feleződését mondta Gulyás Gergely, egy kormányinform, ugye a részében, és ez hiába igaz, de a béke alatt azt érti, hogy Ukrajna adja meg magát. Tehát, hogy üljön le egy fegyverszüneti tárgyalásokra az oroszokkal, de ugyanak egy feltétel az oroszok felé, hogy azt mondja, hogy kész vagyok arról tárgyalni, hogy bizonyos ukrán területeket véglegesen átengedek Oroszországnak. Vannak még egyéb orosz feltételek is, ugye egészében, hogy garantált, hogy sosem lépve a NATO-ba, és vannak Nyugat-Európa felé is elvárásai, ami azt mondja, hogy a NATO vonuljon vissza, na nem a háború előtti időpontra, hanem például a Magyarország NATO csatlakozása előtti helyzetre,
mert ő érdekszférájában a magyar határt és a magyar területeket az érdekszférája határának tekinti az egészben. Tehát szomszédja akar lenni, és utána majd kijelenti, hogy ugye hát nagy hiba volt megengedni, hogy elengedni Magyarországot, elengedni Szlovákiát, elengedni Lengyelországot, Romániát, stb. És akkor ezt újra őket csatlakoztatni kell, majd itt is olyan kormányok alakuljanak, aki ő hozzá fog csatlakozni. Ennek minta állama lehet Orbán Viktor által vezetett Magyarország, ha ez a lakosság ezt eddig tűrni fogja. Mikis mit kérdezi, hogy milyen jog vagy egyéb eszköze lehetne az ellenzéknek, hogy a röhelyes nemzeti konzultációt a szankciókról, amiket egyébként mindent megszavaztak, mint amit ugye a Fidesz mindent megszavazott, valamilyen módon ellenőrizhetővé tegyék, olyan eredmények jelennek meg, amiért akarnak Orbán Viktor. Igen, Orbán Viktor a nemzeti konzultációt ezért találta ki, ebben én Mikivel abszolút egyetértek. Az ellenzéknek volna valamilyen szintű jogi eszköze, nem a nemzeti konzultációt tudná megakadályozni, hanem tudna népszavazásokat tartani. Orbán Viktor egyébként ebben tanította a mai ellenzéket, és nem tartja. Tehát, és nem tartja. De a pillanatnyi, ma hatályos jogi szabályok szerint nincsenek a népszavazások még olyan mértékben ellehetetlenítve, hogy azt ne lehetne erőszakolni, előretenni, illetve egyre többször kiborítani a bilit. Tehát ugye ezt nem tudom másképpen mondani, hogy amikor az van, hogy hozok majd egy olyan szabályt, vagy rá, az el kell érnem a kúriánál, el kell érnem a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy ne engedélyezze azt a népszavazási kérdést. De nagyon egyszerű kérdéseket lehet feltenni, és azokkal lehetne élni. Érdekes volna, most ezt improvizálom, lehet, hogy egy kicsit butaság is, de hogy értsétek meg, hogy gondolkodni széles körben, tehát tágassan kell. Tehát ki kell nyitni az embernek, szabadjára kell engedni az elméjét. Hogy népszavazást tartani esetleg arról, hogy nem lehet nemzeti konzultációt tartani. Ugye? Tehát ez egy érdekes, hogy a magyar társadalomban a népszavazást nem lehet, nemzeti konzultáció, egyetérte ön azzal, improvizált kérdés, valószínűleg én azt gondolom, hogy úgy belefér pillanatnyi szabályokkal, mert egyértelműnek kell lenni, igen és nemmel lehet válaszolni, hogy egyetérte ön annal, hogy a társadalom megkérdezésének a módja a népszavazás, amit nem lehet más eszközzel, így nemzeti konzultációval sem helyettesíteni. Ugye? Ennyi az egészében. És akkor megyünk tovább. Hogyha ez nem tetszett a választási bizottságnak, de a kúriának tetszett, de akkor tetszik-e az alkotmánybíróságnak, de akkor lehet ezeket a kérdéseket fogalmazni, és lehet benne folyamatosan kellemetlenséget tartani. És ha egyszer jönne egy ellenzéki és civil kerekasztal, akkor a pillanatnyi 200 ezer vagy 250 ezer aláírást összeszedni semmilyen módon nem probléma, sőt, hatásos volna, mert meg kéne mozgatni az Orbáni rendszert elviselhetetlennek tartó állampolgárokat, hogy te éljetek az állampolgári jogaitokkal, akár évente 10 alkalommal is írjatok alá népszavazási kérdőíveket. Ki lehetne tenni? Én nem értem, hogy miért nem él vele, nem tudok rá magyarázatot adni. Többek között valószínűleg azért nem, mert mindegyik saját, minden ellenzéki párt vagy civil szervezet ő egyedül akarja, akkor a többi nem csatlakozik hozzá, ő neki egyedül, pedig mondjuk évente 5-ször összegyűjteni 200-250 ezer aláírást, ahhoz nincsen párttagsága, nincsen támogatottság, nincs aktivista köre. De egy az összes ellenzéki pártot és a meghatározott civil szervezeteket összefogó ellenzéki kerekasztal számára, ezek nem nagyságrendi számok. Ezeket gond nélkül meg lehetne tenni. Hát valami ilyesmit gondolok én. Richard Béki kérdezi, hogy mit szólok hozzá, hogy azt mondta Putin, hogy csatolják hozzánk Erdélyt. Őszinte
leszek, ezt például nem olvastam. És szerintem Putyin elnök ilyet nem is mondott. Tehát ha ilyen kisebb összegű fogadást kellene tennem, akkor azt mondanám, hogy ez egy fake news, ilyet nem mondott, de szívesen a Putyin pártiak, mondjuk, ugye ez a Orbáni rendszernek, az orosz pártiak szempontjából, hogy ilyen gesztusokat tesznek mondjuk Magyarország irányában, tett volna a Putyin elnök, nincs ilyen érdekes, szerintem nem tett. Ha tett volna, akkor meg nem lenne semmilyen realitása, mert egy NATO tagállam, két NATO tagállam esetében, és az Unió két tagállam esetében ez egyértelműen kizárt. Ugye ez akkor fordulhat majd elő, ha úgy gondolja a magyar társadalom, hogy ez a gazember és a csapata hatalmú maradhat. Ha ő hatalmon maradhat, akkor az Európai Uniónak nem lehetünk tagjai. Ha az európai, akkor onnan el kell majd távoznunk. Orbán Viktor ennek minden nap, nap mint nap dolgozik rajta, hogy csökkenjen az Európai Unió támogató magyaroknak a tábora, hogy elővehesse azt az eszközt, hogy lépjünk ki az Európai Unióból. Ha onnan kilépünk, akkor Orbán Viktor egészen biztos az orosz politikai és gazdasági övezethez fogja Magyarországot csatolni, ha ezt megvárjuk. És én ezt továbbra is mondom, hogy nem értem. Az általam legjobban tisztelt média guruk, meghatározó média személyiségek legyenek az bár, még mindig azon vívódnak, hogy de Orbán nem akar öngólt lőni, és nem akarja Magyarországot kivinni az Unióból, hiszen nekünk óriási többsége a magyar társadalomnak Unió párti. Nem értem, hogy nem nyitják ki a szemüket, nem olvastak, nem látják, hogy ha valami 80, de utána már csak 78, utána már csak 76, aztán ma már csak 72, akkor ez ebben a vonalban, hogyha egyre többet hazudok az Európai Unióról, és egyre több hazugságot terjesztek róla, és azt mondom, hogy mondjuk a pedagógus béreket azért nem emelem, mert járna nekünk pénz, de ellopta az Unió. Ugye a részében, akkor néhány pedagógus is az Unió ellenessé válik, hiszen az ő fizetéséről van szó. És ha nem kapunk fejlesztésekre pénzt, akkor már tudja mondani, hogy agrártámogatásban azért adunk kevesebbet, mert az Unió nem adja oda nekünk. Akkor egyre több vidéki agrárgazdasággal foglalkozó vállalkozás, család, stb. Lesz Unió ellenes. És ha 72-ből 66 lesz, nem megyek el egészen 50 alá, de ez a pillanat. Tehát Orbán Viktor bár gazember, bár budjant agyú, de hogy is hívják, de abban egészen biztos vagyok, hogy annyira nem hülye, hogy belefusson egy vereségbe. Ezért ma biztosan nem fog népszavazást tartani, sőt, ma ugye az a lehetősége is meg lenne Orbán Viktornak, egyedüli döntési jogköre van, olyan vészhelyzetet tart fönn, minden jogi keret az alkotmány módosítása és az alkotmányba is bele tudja vinni, hogy Magyarország kilépjen az Európai Unióból, tehát el tudná indítani ezt a folyamatot. Csak a magyar hatalmat, tehát az meg akarja tartani, és ma ez valószínűleg egy olyan lépés lenne, amit a magyar társadalom ma nem tolerálna. De ahhoz, hogy a 78-ból vagy a 80-ból 66 legyen, vagy 65, vagy 59 az részében, ahhoz ezt szép lassan építeni kell le. És ez a trend már elindult. Én nem értem, aki nem érti. De ez a trend, ez elindult. Ez már évek óta fönt van. Folyamatosan csökken az unió támogatottsága, az uniós tagságunk támogatottsága. Nő Oroszország, az Oroszország támogatottsága. Folyamatosan nő Magyarországon. 2010 előtt egy nagyságrenden rosszabb volt Oroszország megítélése, mint most, amikor egyébként agresszor, és ami már nem tudjuk kifizetni, nem tudunk fűteni, mert nem tudjuk kifizetni a fűtésszámlát. Ugye? De mégis magasabb, mint ami volt korábban. Orbán Viktor és csapatának az eredménye. Ezek trendek, nem olyan nehéz, nem egy nagyon bonyolult szakma, tehát ezeket minden további nélkül lehetne. Tehát erre lehet odafigyelni. Ágnes kérdezi tőlem, hogy mi a véleményem az árnyék kormányról. Ez az elmúlt hétnek egy kiemelt eseménye.
itt van a kép, ami hozzá tartozik, erről mindenképpen szerettem volna beszélni. Az árnyék kormányról sok kérdést kaptam, ilyen messengeres üzeneteket is, nem mindegyikre tudtam válaszolni, mondtam napi százra, én nem vagyok képes elolvasni sem, de válaszolni végképpen nem, de nagyon sokan érintették az árnyék kormányt. Volt ez is, aki megkérdezte, hogy mi az. És azért, mert hogy egyébként egy olyan számára olyan érthetetlen, olyan becsapós, olyan valaminek kell tekinteni. Azt hiszem, hogy a konkrétan, aki ezt mondta, annak válaszoltam, ha jól emlékszem, röviden, és avval a mai adásban részletesen is fogok válaszolni. Az árnyék kormány egy politikai formáció. Világ számos részén, nem azt mondom, hogy a világ fejlett világ szinte minden részén volt, amikor alkalmazták. Tehát nem úgy van, hogy mindig van kormány, és mindig van árnyék kormány, de nem nagyon tudnék most olyan fejlett nyugati országot mondani, ahol nem volt mondjuk olyan politikai szituáció, amikor a kormány az akkor éppen regnáló kormánynak az ellenzéken elállított volna árnyék kormányt. Az árnyék kormány szerepe, hát azt kell szétválasztani, hogy vannak olyan országok, de egyébként azonosak lesznek az elvek, csak egy picit egyszerűbb elmagyarázni. Vannak olyan országok, ahol alapvetően sok politika erő van, de ha bármely a magyar állampolgárokat megkérdezni, 99%-a csak kettőt tud belőle felsorolni. Tehát az sem igaz, hogy csak demokrata és republikánus párt van Amerikában, de nem hiszem, hogy a 100-ból 99 követőm tudna mondani egy harmadikat. Az sem igaz, hogy csak konzervatív és munkáspárt van Angliában, de nem valószínű, hogy tudtok mondani egy harmadikat. De van egyébként. De van, ahol nem ennyire kettős, de ahol kettő van, ott van egy nagyon lényeges része. Ugye, maga a média az a demokrácia egyik legfontosabb alkotó rész, azt nem lehet kivenni belőle, éppen ezért demokrácia csak médiaszabadság mellett létezik, Magyarországon nincs demokrácia és nincs is médiaszabadság. De a médiának ebben, ahol demokrácia van, a szabadság az úgy működik, hogy a kormányhoz intézkedés, tehát az árnyék kormánynak semmilyen hatalmi eszköze nincsen. Tehát se jogi, sem hatalmi eszköze nincsen. Közvetett jogi eszköze például a médiában van. Tehát csak, hogy érdekes. Mert egy demokratikus berendezkedésű állam van, a média, főleg a közmédia, és mindig a közmédia az útmutató, az adott országban kimutató statisztikák, nem csak statisztikák, kutatások mutatják, hogy egy demokratikus államban, ahol demokratikusan működik a közmédia, ott a legkevésbé polarizált az egyéb média. Mert ugye mindig van olyan média termék, amelyik A politika erőhöz vagy B-hez húzódik. De ha a közmédia, amit a társadalom egészen néz, és ami a társadalom egészének a hiteles informálás, és az emberek úgy gondolják, hogy a leghitelesebb, legobjektívebb híreket ott kapják, és ugye ezért ennek a hitelességét nézik, akkor ehhez a hitelességhez igazodnia kell az egyébként politikai irányzatokhoz tartozó médiafelületeknek is. Muszáj hozzá igazodnia, mert különben lebukik. Tehát lebukik, hogy ő voltak éppen egy propaganda, egy pár propaganda sajtó, vagy nem tudom én, egy poszternek felel meg összességében. Nem tudja magát sem szakújságnak, sem újságnak, sem tematikus újságnak, stb. Nevezni, mert annyira eltérne ebben az esetben a társadalmi közös értéktől, amit a közmédia fordított le. Na most ennek a közmédiának egy kötelezettsége az, hogy a kormányhoz egy intézkedést, akkor ahhoz tájékoztatni kell az embereket, ez egy közmédiának, hát ez egy alapvető kötelezettsége. Magyarul, ha megteheti, akkor legyen ez egy mondjuk jogi kérdés, akkor a igazságügyminisztert kérdezi meg, hát ha nem, akkor az igazságügyminisztérium szóvivőjét, vagy valamelyik államtitkárát, de kérdezi meg arról, hogy ezt az elfogadott jogszabályt, amit a parlament elfogadott, és a jogra vonatkozik, és az előterjesztője az igazságügyminisztérium volt, hogy ennek mi a tartalma, célja, hogy képzelik el, miért volt rá szükség. Ugye? És akkor ő ezt elmondja. A demokratikus médiarendszerben ez
kötelező, hogy megkérdezzék a másik felet. Na most nem lesz a dolog hiteles, a másik félnél a média ide-oda ugrál, embereket kérdezget. Ha van egy árnyék kormány, tehát az ellenzéki, a másik, a hatalmon nem lévőnek van egy árnyék kormánya, akkor ha itt megkérdezte a minisztert, az árnyék kormány miniszterét is megkérdezi ugyanabban a szakkérdésben. És már is van egy kiegyensúlyozottság. Na de mind a kettő politikus volt. Hogy lehet ezt is ellensúlyozni egy közmédiába? Hogy egy közhiteles, tehát egy olyan szakembert is meg kell kérdezni a közmédiának. Tehát minden kérdésről legalább hármat. De el kell kérdezni, amely viszont nem, aki viszont nem kötődik, tehát kifejezetten a tudományának az elkötelezettje, és nem az A vagy a B politika erőnek, és a szakmai oldalról fog erről mondani valamit. Így van egy kiegyensúlyozottság. Most gondoljuk el, Magyarországon nincs közmédia, tehát egészében, hiszen nincs is demokrácia. De ha a közmédia lenne, tehát itt most ezen lépjünk túl, és lenne, akkor megszólalna Varga Judit valamilyen igazságügyi előterjesztésben. Ja, szépen. Elmondaná, hogy a kormányzat mit vitt be a parlamentre, a parlamenti többség mit fogadott el, mi volt ennek a célja. A közmédiának, hát melyik ellenzéki párt jogi szakértőjét kérdezze meg? A DK-jét? Az LMP-jét? A Momentumét? Ahogy is hívják itt, a Karácsony Gergelyes, Mi Hazánk mozgalma, de nem, az nem Karácsony Gergelyes, azt én is a Párbeszéd, elnézést, csak nem jött a számra, vagy a Momentumét. Tehát, hogy kit kérdezzem meg? Hetet nem kér, vagy Márki-Zay Péter csapatát? Hetet, nyolcat nem kérdezhet meg, mert eldől, egyrészt nem fér bele a műsoridőbe, kettő, a súly eldőlne, akkor pont fordított lenne, akkor az ellenzék csak az éme 8-an van, 7-en vagy 17-en vannak, ezért 17-szer annyi időt kapna. Azt nem lehet. Tehát az ellenzéki oldalon is ki kellene fordulnia annak a politikai nyilatkozatnak, megint miről beszélünk, egy ellenzéki kerekasztalról, amely létrehozott mondjuk egy árnyék kormányt. Ja, a részében. És ez az ellenzéki kerek azt mondja, hogy az igazságügyi kérdésekben lehetőség szerint, ha Varga Juditot kérdezted meg, akkor Bárándi Pétert kérdezd meg, csak hogy most konkrét neveket is vegyünk elő, mert az a személy, aki a mi jogfelfogásunkhoz legközelebb áll, Bárándi Péter mellett még kiemelkedő másik jogászok is vannak, vagy most Vörös Imléről, vagy másokról is, tehát még egy csomóról lehet szó, de ezt akkor az ellenzéknek kellene megfogalmaznia. Hogy ez az én központi szakértőm, vagy ő vezetne egy olyan, ha nem hozott létre árnyék kormányt, a délre kellett volna hoznia, úgy, mint a választás előtt egy munkabizottságot, és annak egy vezetőjét, vagy egy szóvivőjét. És akkor, tehát, hogy egy kormányzati Varga Judittal szemben egy valaki szólaljon meg, és utána a média, az adott média pedig keressen meg az adott területen egy sehován, tehát egyik nem a politikából ismert, hanem az adott tudományterületen, amiről szól az a jogszabály, ugye, hogy abból lévő szakembert, és ezt a hármast tálalja elő. Tehát szükség van, én abszolút támogatnám, és támogatom is tehát magát az árnyék kormány gondolatát, amit az ellenzéknek kéne összeraknia. Ugye? Pár hónapig, ugye minden, nem pár hét, jó pár hétig a demokratikus koalíció oldalán, és mikor a ilyen esti adásaimat meghirdettem, hogy barátsággal hívlak titeket, mert én számomra a demokratikus koalíció, ugyanezt megteszem a Momentum oldalán, ugyanezt megteszem a Jobbik oldalán, ugyanezt megteszem az MSZP oldalán is, csak hogy értett legyen, mindegyiken kiteszem, hogy invitálok titeket, mert az Orbáni rendszert nektek összefogva kéne leváltani, magyarul, amikor szólok hozzátok, akkor szándékom szerint szólok
a DK-val szimpatizálókhoz, szólok a Momentummal szimpatizálókhoz, a Jobbikhoz szimpatizálókhoz, Párbeszédhez, LMP-hez, nem tudom, kit hagyok ki, Márki-Zay Péter csoportját is ugyanígy minden alkalommal. De jó pár hétig, hát le voltam tiltva, mindegy, az oldal azt mondta, hogy én ott nem fogom tudni azt a poszt kiposztolni, hogy este hallgassatok meg. Doblet Kála oldalán mindig megtehettem. Tehát ott az nem voltam, nem volt letiltva. Ma a DK oldalán is már pozitív volt, úgyhogy valaki mégiscsak ott szólt, hogy a János, ha kritizál is titeket esetenként, mert hiszen az ellenzéki oldalt jobbító szándéka másképp nem képzelhető el, mint elmondom, hogy mit kéne csinálni, amiben nagyjából benne van, hogy ha nem azt csináltad, a valószínűleg nem a leghatékonyabb megoldást választottad ugye a rendszeren belül. Tehát valaki szólt, hogy valószínűleg ő nem az ellenfél. Tehát nem az ellenfél, hanem a téged támogató, így a DK-t is támogató segítő. Itt is ezt ma szerettem volna egy legjobban így bemutatni, hogy a gondolat nagyon jó. Volt már egy olyan gondolat is, emlékszem a DK oldaláról, amit én vallok, hogy ha egy megfelelő hangulat van, akkor azt hiszem a rabszolgatörvény kapcsán volt ez, a társadalmi elégedetlenségnek magas foka van, most abszolút az van, tehát egészében, akkor meghirdetett egy elvben gördülő folyamatos tüntetést, azt hiszem, hogy minden kedd estére hívott össze az Alkotmány utcával, az, hogy és addig, ameddig az Orbáni rendszer el nem takarodik, tehát le nem mond, nem ír ki új választásokat. A harmadik alkalomnál, a harmadik kedden már alig voltak, az elsőnök voltak 30 ezeren, 50 ezeren, teljesen mindegy a szám, a harmadikon 10 ezeren, azt hiszem a negyediket már nem tartotta meg. Az álláspontom akkor is az volt, már a legelsőnél is, hogy ilyen tüntetést kéne szervezni. A másik álláspontom, hogy az ellenzéknek. Mert ha bármelyik politikai erő hirdeti meg, tehát nem az van, hogy leülnek az ellenzéki vezetők, meg esetleg a civil vezetők, és együtt meghirdetik, és mindegy, hogy az asztalnál kiérvelt először vele, hanem ez az ellenzéki tüntetés, akkor lesznek annyian, hogy ez a gördülő folyamatos tüntetés egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb, és végül megbuktatja az Orbáni rendszert. Ha ezt valaki teszi, tehát valaki mondja, hogy kedvelem a Momentumot is. A Momentumnak is ezt számtalanul csinál. Neki fontos, hogy ezt ő hirdeti meg. Tehát, hogy ő hirdette meg, csatlakozzon hozzá többi. Nem fog. Tehát elárulom, nem fog. Tehát bármilyen jó ötlete van. Az jó ötlet az nem egy ilyen játékos gondolat. Az Orbáni rendszer számára veszélyt jelentő komoly ötlete van. Bármelyik politikai erőnek, legyen az a Momentum, a DK, az MSZP vagy másik, ja, egészében van, és fontosnak tartja, hogy ő meghirdeti, és esetleg még látványosan azt is mondja, hogy felkínáltam a én árnyék kormányomban helyeket a többi ellenzéki párt prominens személyének is, akit én is úgy gondolok, hogy nagyon jó szakember, de nem fogadták el, elmondom, nem fogja. Tehát bárki, ha ő maga nevében nevezíti meg, egyedül akkor van esélye, ha olyan politikai támogatottsága van ebben az országban, amely meghaladja Orbán Viktorét. Ameddig ez nincs így, addig ez ebben a formájában ellőttem egy puskaport. Javítható rajta. Lehet még kijelenteni, hogy addig tartom fönt, mert hogy ilyet létre kell hozni. És mondjuk én nem ülök ott, de nem vagyok része annak, amikor az ellenzéki pártvezetők mondjuk találkoznak. Én csak remélem, hogy időnként találkoznak a választásokat követően is. És ha ott mondjuk a DK felvetette, hogy kéne egy árnyék kormány, de a többiek ezt nem látták időszerűnek, nem csinálták, akkor mondjuk azt mondani, hogy csináltam egyet, hogy ést, hogy kell ilyennek lenni. De bármikor kész vagyok az árnyék kormányt átváltani, áttranszferálni egy olyanná, amit közösen hozunk létre. Én most például Dobrev Klárának egy ilyen nyilatkozatot javasolnék.
Személyében egyébként alkalmas lehet miniszterelnöknek. Számtalan olyan tagja van az árnyék kormánynak, akit jónak tartok. Nem azért, mert feltétlenül a legfantasztikusabb, és remélem, hogy Bodnár Zoltán ezt pozitívan fogja tőlem értékelni, az, azt hiszem az egészségügyi tárca, ugye egy körzeti orvosként. Nem azt mondom, hogy biztos, hogy nincsen felkészültebb, teljes egészségügyet átlátó egészségügyi szakpolitikus Magyarországon, tehát egy szakértői kormányban lehet, hogy nem feltétlenül neki kellene ezt a tárcát képviselni, de amikor a társadalom felé mondok valamit, akkor nagyon fontos a megjelenés, az arc, a stílus, az érthetőség, és ebben ő kiemelkedő. Tehát én pötpegyálul egyébként nem zavarna, tehát hogy alkalmasnak is tartom. Nem fogom így elemezni, hosszú évtizedek óta ismerem Dávid Ferencet, Bodnár Zoltánt, rosszul mondtam az egészségügyi tárcát, Komáromi. De szégyellem magam, kedvelem, hallgatom, tisztelem, mindegy, már így elnézést kérek, ez már az én koromban jár, hogy ilyenkor nem jön a számomra a név, de ugye mindenki ismeri, ott áll egyébként a képen jön a bal oldalon. Tehát ugye szíve, hogy vannak benne olyan személyek, akiket alkalmasnak tartok, vannak benne olyan személyek is, őket biztosan nem fogom nevesíteni, akiket nem tartok alkalmasnak. El tudom mondani, hogy én egy árnyék kormányban is adnék arra, hogy kettőnél több hölgy tagja legyen. Nálunk vannak nagyon okos hölgyek, és csak az ÁSZ vezetője az, aki egyébként egy végtelen ostoba alul képzett személyiség, ugye, Donkos László részében, aki tanulmány készít arra, hogy túl sok képzett nő van az egyetemen, és ezért nem lesz elég gyerek Magyarországon. Nem, az én környezetemben, az én tudásomban kiemelkedő tudású hölgyek sokasága van. Az akadémián is lehetne nézelődni, ugye ebben a körben, csak úgy példaként mondom, tehát nem olyan nagy dolog odafigyelni arra is, hogy kisebbségi jelenlét is legyen egy árnyék kormányban, lehet, hogyha a szaktudás alapján nem találtam feltétlenül ilyet, de van. De ha nem találtam mégsem, akkor kell egy kisebbségi miniszternek is lenni. Tehát ez ugye a kisebbséghez tartozó miniszternek is lenni. Tehát de hölgyeknek. Tehát hogy kell. Tehát egyszerűen ott kell lenni, ez a világ, reprezentálni kell, pláne Magyarországon. Tehát ez ma a fejlett világnak egyfajta morális, etikai elvárása. Tehát, hogy benne van, hogy ez egy elvárás is, hogy a nőknek ugyanúgy ott kell lenni a minden típusú vezetésben, gazdaságiban, politikaiban, tudományosban. Tehát, hogy ugyanaz az a szerep van. De ez azért nem csak az emberi jogokból alakult ki, hanem abban is, hogy vannak speciális női tulajdonságok, és vannak speciális férfi tulajdonságok, de mondjuk az ész nem az. Tehát az ész az olyan, hogy vannak végtelenül buta férfiak és végtelenül okos férfiak, vannak végtelenül buta nők és végtelenül okos nők. Tehát az ész az nem egy nemi sajátosság. De hát, ha nem nemi sajátosság, akkor valami nincs rendben. Ha egy ekkora kormánystáb van, egy árnyék kormányban, csak kettő hölgy van. Tehát, hogy van ezen azért még sok finomítani való, de önmagában az, hogy van, az jó, a finomításokat el kellene végezni. Én Klára nevében minden további nélkül elmondanám azt, hogy erre szükség van, és addig van szükség, amíg az ellenzék nem alakítja ki az egész Orbánt leváltani kívánó ellenzék árnyék kormányát, de ez bármikor át tud menni az egyik a másikban, ugye az egész rendszeren belül, úgyhogy én mondjuk ebben a körben alapvetően ezt szerettem volna elmondani, hogy ez jó dolog, és ugye ezért van a képem sarkán, az a kis ördög, kis angyal, a kerekasztalt, egészében, hogy vannak jó dolgok, amelyek Orbán számára veszélyesek. Ha azokat nem jól csináljuk meg, abban van felelősség. Az nem jó. De általában, ha megcsináltam, mert az egy jó dolog, akkor azon, ha
kellő alázatom van a tudáshoz, akkor azon lehet javítani. Tehát én meg azt is, nekem simán elfogadom, tehát belefér, hogy pront, hát ha jól emlékszem, akkor valahogy így volt, hogy számomra némi mosolyt jelentett, hogy a DK elnökséget, nem emlékszem, szerdán eldöntötte, hogy ki kell állítani a DK-nak Dobrev Kára vezetésével egy árnyékkormányt, és akkor Dobrev Kára bejelentette, hogy ezt elfogadja, ezt a elnökségi döntést, és két nap múlva, vasárnap, tehát most egy napokat tévedek az elnézést, be is fogja őket mutatni, és hát két nap múlva be is mutatta. Tehát elmehetek szerdán, kitaláltam, vasárnap bemutatottam, ez ilyen első bemutatkozásra jó, és akkor ezen szerintem alakítgatni kellene, de minden esetre jelent valamit. Tehát jelent valamit, ad valamit a média felületeknek is, a tárgyaló partner körében is jelent valamit, de ugyanakkor én azt szeretném. Azt kell mondanom, hogy viszonylag disztingáltan reagáltak rá, hiszem a Momentum képviselő, vagy hallgattam, talán Cseh Katalin, de hát ő egy nagyon aranyos, nagyon csinos Dobrev Kárához hasonlóan, aranyos, szép, csinos és tudással rendelkező hölgy. Részébe, hogy ő azt mondta, hogy nem biztos, hogy most van így, és így van itt az ideje, de nem fejtegette ki a kérdés. Igazán hasonló volt, amit én hallottam az MSZP megszólalásaiban is, visszafogottan. Ezt egy kicsit formázni kellene, tehát mindenképpen. És valahol meg kellene érteni, hogy az első lépés, hogy nem csak az előválasztás előtt kell egy szövetséget létrehoznom, közös munkabizottságot. Egy tudományos kérdés, de tovább fogok lépni rögtön, de tudományos kérdés, hogy jó út sok van. Tehát, hogy általában még nem is az, hogy van egy probléma, egyébként mondjuk Orbán Viktor legyen a probléma, és Orbán Viktort le kéne pöckölni erről a pályáról, mert talán a magyar történelem egyik legkártékonyabb személye. A magyar társadalom egyik legkártékonyabb személye, ha hozzáteszem a slepjét is, akkor aztán végképpen. Ugye az egészben. Most ha ez, de az, hogy a magyar társadalom mondjuk nem véres forradalommal, hanem másképpen söpörje el ezt az embert, ahhoz is vezethet sok út. Vezethet egy út, amin a DK gondolkodik, vezethet egy, amin a Momentum, vezethet egy, amin a pedagógus szakszervezet gondolkodik, vagy a közalkalmazottok szakszervezetek gondolkodik, civil szervezetek esetleg ugye gondolkodhatnak ezen, vagy a bármelyik másik ellenzéki párt, tehát ezt most akarom tenni. De nem lehet vegyessen egy mixelt, tehát úgyhogy, hogy egyik is elindít egy utat, a másik is, és azok folyamatosan egymással ütköznek. Ki kell választani egy közös utat? Csak egyféleképpen lehet vetni. Szöget is a falba sokféleképpen lehet bevenni, szögbelővővel, kalapáccsal, nem tudom, rögzíteni lehet tiplivel, szöggel, sok mindennel lehet, de vegyesen nem. Tehát, ha berakok egy tiplit, akkor azt már nem szöget rakok, hanem csavart. Szóval, hogy értsük, azok mások a jó utak. Én azt gondolom, hogy ha figyelemfelhívásnak mindenképpen jó volt, vagy jó ez, de talán nem így kellene a legfontosabb, az Orbán rendszer számára legkényelmetlebb dolgokat, nem párt megnyitás, egy-egy pártnak a saját megnyitása alapján kéne letenni, mert aznak azt hiszem leginkább Orbán Viktor őrül. Ebben a pillanatban nem láttuk... De láttuk, mit kell tenni, hogy kapjunk uniós pénzt tavasszal, kérdezi Béki Richard. Hát tudják, tényleg sok olyan kérdés van, amire nagyon nehéz válaszolni. Ez a válaszom egyébként rövid lesz. Tehát az részben. Hogy mit kellene tenni, Orbán Viktort magyar társadalomnak le kellene váltania. Ezt egyébként még tavaszig meg is tudná tenni. Tehát ennek a lehetősége a magyar társadalom fönnáll. Ez egy megoldás. Ha ezt nem lépem meg, és az Orbáni rendszer marad,
akkor az uniós pénz, csak ha megint a második vagy a harmadik emeleten vagyunk, az nem a magyar társadalomé lesz, hanem az Orbáni hatalom anyagi hátterének, tehát biztonságának, a fenntartásának a pénzügyi forrása lesz. Most is az, tehát az elmúlt 2010 óta kapott uniós pénz, ha összeadom részében, megközelíti azt az összeget, amely hatalmi, vagyoni hatalom fölött rendelkezik ma az Orbáni klán rendszere. És ez ad neki óriási biztonságot, hogy a hatalmát tudja gyakorolni, és ez az, amire egyébként Orbán Viktor úgy épít, hogyha valamilyen nem várt csoda, tragédia, nekem csoda, neki tragédia folytán megbuktatnák őt, akkor ő meg tudná buktatni a megbuktató ellenzéket, mert olyan gazdasági háttere van, amivel fölemelni is tud, meg mélybe zuhantatni is tud. Nála vannak az autópályák, nála vannak a telekommunikációs cégek, nála vannak a bankok, az energiaszektor, az idegenforgalom, a szállodák, tehát ugye mind az ő utasítás és érdekkörében van, és azok olyan mértékű károkat tudnak okozni, amelyben megroppan. Tehát ami nagyobb, mint amit ma Putyin elnök okoz Magyarországon, amiben megroppan az. Tehát ha kapunk pénzt, akkor ne gondoljuk azt, hogy a második emelet történik, és ha megkapná Magyarország azok ezeket a forrásokat, akkor az a magyar társadalom állampolgárai szociális biztonságát növelné meg, vagy bármit ezen a területen. Nem. Orbán Viktor hatalmát erősítené meg. Én nem támogatom. Tehát azt kell mondanom, hogy én az Európai Unió szankcióit támogatom. Az egy másik kérdés, hogyha volna rá hatásom az Európai Unióban, akkor azért nem venném el Magyarországtól ezt a végleges pénzt. Én értem, meg értem is az uniós költségvetések, meg minden költségvetés működését. Ha szakértőként egy költségvetés társadalmat, multinacionalisek kérdeznek tőlem, azt úgy kell fölépíteni, hogy egy bizonyos időszakokra, és ha az egyik időszakban pufferben valami megmaradt, akkor ezt nem szabad pufferbe tartani, hanem hatékonyan föl kell használni a következőben. Ezen az elven működik az uniónak az a döntése is, hogyha bizonyos forrásokat elkülönített, de azt bizonyos időn belül nem használják föl, akkor azt máshova, más sorban álló, fontos, hatékony kérdésre elköltik, és már az illetőnek nem tudják odaadni. Én mégis úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak érzékelnie kell, hogy a magyar társadalom és a magyar kormány nem azonos. A megnyilatkozásokban most már egyre többször ez el is hangzik. Ezért a magyar kormányt ellehetetleníteni lehet, a magyar társadalmat meg nem szabadna megfosztania azoktól, amiről valamikor is úgy gondoltuk, hogy a felzárkóztatása érdekében szüksége van rá. De úgy gondoltuk, hogy a felzárkóztatása érdekében van rá szüksége, nem pedig az Orbáni hatalom finanszírozása érdekében. Ugyanez az uniós szankció Oroszországgal szemben. A szankciónak az a lényege, hogy nem akarom az Orbán, nem akarom Putyin elnök háborúját finanszírozni, hanem meg akarom akadályozni, hogy ne tudja finanszírozni azt a háborút, ezért biztosan veszítse el. Orbán Viktornak ugye nyilván nem úgy mondja, hogy biztosan söpörjék, tehát veszítse el Magyarország vezetését, hanem váljon olyanná, amilyennél egy uniós tagállam vezetőjének kéne válni. Az egy második mondat, hogy ezt a világon mindenki tudja az Európai Unió, vagy Orbán Viktor nem tud ilyenné válni. Tehát a valóságban ez, hogy nem finanszírozom tovább, ez azt jelenti, hogy nem finanszírozom a hatalmát. Ja, egészen szerve. Úgyhogy mit tudunk tenni? A rövidebb válasz az, hogy Orbán Viktort a magyar társadalomnak, az ellenzéknek, civil szférának összefogásában le kell váltania. Ez az, amit ma a magyar társadalom tehetne. Megpróbálom röviden, bár ez éppen kihagyható lenne, de talán mégsem. Tehát fogom annyira bejátszani.
teljesen lényegtelen, hogy mikor volt, mert közületek is nagyon-nagyon sokan megtudták, és írogatták, és kérem, hogy most a kommentekben ne kerüljön be, hogy utólag is boldog születésnapot, de mostanában volt a születésnapom. Az unokám készítette a születésnapomon egy olyan képet, bocsánat, egy ilyen képet, amit tuda, most már egy egyszerű applikáció, jelzem, hogy az 5 éves unokám. Egy applikációt, ahol a papa tetovált ön otthon a börtönbe, és ezt még hangos üzenetben is el tudtam küldeni. Megnézzük, hát, ha bejön. Igazán nagyon szépen köszönöm a köszöntést. Kormánypárti képviselőknek pedig arra teszek ígéretet, hogy a vitákban senkinek sem maradunk adósai. Ha támadnak bennünket, biztosak lehettek abban, hogy olyan lesz a fogadj Isten, amilyen az adjon Isten. Nem jellemzi az én magatartásomat, hogy mondjuk egy születésnapi köszöntése egy ilyen börtönös képe, bár humortartalma van. És válaszolok, hogy a börtönből köszönöm, hogy egyetek. De a magyar demokráciának mégiscsak egy mondata, tehát mégiscsak egy gondolata az, hogy körülbelül minden 50. köszöntő, sok, ez nagy szám a végén, köszöntő, azt hitt, hogy Úristen János, miben segíthetünk? Tehát elhitte, mert hiszen ma elhihető Orbán Viktor parlamenti beszédét, Tordai Bencének, ezt már többször volt, csak egyet emeltem ki ebből, ez 2018-as miniszterelnöki megnyitó beszédében mondta el, megfenyegeti már az ellenfeleit. Tehát az, hogy még ebben a pillanatban nem feltétlenül tudok olyan szeméről, akiért jött a fekete autó és elvitte, és börtönben van, ez csak a diktatúra egy fokozata. A fenyegetések, azok már elhangzottak. Akit gazdaságilag tönkretettek, olyanból nagyon sokat tudok. Tehát olyanból nagyon sokat, hogy ez volt a fenyegetése. Olyanból, akit valószínűsítem, hogy sikeresen megzsaroltak, olyan parlamenti képviselő ült is a parlamentbe, a Jobbikból kivált, és saját pártot alapított, ugye pártalapító is volt, akinek a pártfordulása egész nagyon-nagyon nagy valószínűséggel egy a hatalomnak, a zsarolásának az eredménye volt. Ülnek média felületen olyan személyek, akik meghasonlódtak a múltjukkal, és elég sokat szerepelnek különböző médiákban, akikről látszódik, hogy egy feladatot hajtanak végre. Tehát de az nagyon jellemzi ma Magyarországot, és ezt akartam ezzel azért kifejezni, hogy okos partnereim, barátaim, ismerőseim közül is volt, aki megijedt, hogy ez bekövetkezett. El kell mondanom, hogy nekem ezzel számolnom kell. Tehát, hogy amikor barátok érzik, hogy János, nem tartasz ezekkel a csütörtök esték kapcsán, nem tartasz attól, hogy ez bekövetkezik? Azt mondtam, hogy ezt az elején kell eldönteni. Csinálom, vagy nem csinálom? Ha csinálom, így kell csinálni, a legjobb tudásom szerint így kell csinálni, persze lehet, hogy rosszul csinálom. De vagy ne csináld, vagy ne blokkoljon téged az, hogy hát akkor ennek most majd mi lehet a következménye. Tudd, hogy lehet az a következménye. Tudd. Az aljasság, a diktatúra vezethet ilyen. És ha Orbán még 10-12 évig hatalmon marad, be is fog következni, hogy velem szemben vagy az valószínűleg úgy, hogy nem, hogy csak Palutással szemben, hanem akkor úgy, hogy nagyon sokakkal szemben, köztük velem is. Ugye, tehát ebben a megközelítésben. Ebben számolni kell. Ezt tudni kell. Egy fantasztikus, egészen fantasztikus művész barátom van, akire a művészete kapcsán figyeltem én föl, nem fogom elmondani a nevét, mert nem hatalmazott föl rá, nem is tiltotta meg, de hát akkor engedélyt kellett volna kérnem. Aki oda mondtam, hogy én nem vagyok a zenének a legmélyebb lévő tudóra, bár olyan barátaim voltak, vagy vannak, mint Degorjóske volt sajnos, és Szinetár Miklós van még, hál' Istennek, tehát hogy ugye a zeneterületén is vannak kiemelkedő ismerőseim, még sokan vannak, de akiket nem soroltam föl, a zseniális művészek és operaénekesek között, azokat most elnézést kérek.
szíve, de ő egy olyan műfajban, egy olyan különleges személy volt, hogy azt mondtam, hogy hát ezt én nagyon sokáig tudnám hallgatni. És oda mentem hozzá, és elmondtam, hogy ez fantasztikus. És kialakult közöttünk egy válti kapcsolat, meghívtam az én társaságomban, az én rendezvényeimre, ő meghívott a saját munkájával. Na, ő írta nekem, hogy csak egy kicsit az érthetőségem pontosítottam, de abszolút ez volt a tartalma, hogy mi már egy láthatatlan rács mögött vagyunk, mondom én hosszú ideje, a kérdés csak az, hogy mi magyarok meddig tudunk úgy élni, mintha szabadunk lennénk. Mert az Orbáni rendszer kritikusai, az ellenzék oldal, mondjuk az az 1,7-1,8 millió ember, aki az Orbáni rendszer megbuktatására szavazott április 3-án, azok már látják ezt a rácsot, amit ugye ezen a képen valamennyien láttok, hogy mi már egy úgymond láthatatlan rács, mert még nem vagyunk a börtöncella mögött, de fogjai vagyunk ennek a gazembernek és ennek az gazembernek a csapatának. Fogjai vagyunk, következményünk van, hogy az, hogy lopni tudjon, ahhoz, hogy a meg ötszörözi az áfa bevételét, ott, ahol meg kellett, vagy meg hétszerezi, ahol mondjuk esetleg szükség volt meghétszerezni a gáz meghétszerezőt a gázbeszerzési ára, de ahhoz a gáz árát csak meg háromszorozni kellett volna, de ő abból lopni akart, és keresztül viszi egy saját maga által évek óta létrehozott árnyékszervezeten, a METTEN, és onnan tehát úgy adja el utána az MVF gázszervezetén, az egyetemes szolgáltatójának, és közben hatszorozza, hétszerezze az ebből származó adóbevételét, hogy lopni tudjon, ha már az uniós pénzből nem tud eleget lopni, mert a lopásait fönn kell tartani. De ott van az a több mint 3 millió ember, aki Orbán Viktorra szavazott. Nem tudom, hogy meddig hiszik el, hogy ők szabadok. Mert hát nem azok. Most fizetni fogják a 3-5-szörös energiaszámlát. Illetve nem fogják, mert nem tudják közülük, csak 10% tudja, akik effektíve a lopás kedvezményezettjei. De az a 3 millió ember az nem kedvezményezettje, hanem becsapotja az Orbáni rendszernek. És azt hiszi, hogy szabadok. És én nem értem, mikor fog fölébred. Ha most fölébred, Orbán márciusban már nincs, és tavasszal megkapjuk az európai uniós forrásokat. Ja, az észrendszer. De 3 millió emberből mondjuk 2,5 millió jó hiszeműen azt hiszi, hogy nincsenek rácsok. Pedig vesztese, minden nap vesztese. Legalább 1 millió nyugdíjas hiszi azt, hogy Orbán védi meg a nyugdíját. Orbán ellopta a nyugdíjának a 20-25%-át. Effektíve ellopta 2010 óta. Tény. Szakmailag kiszámolni nem nehéz. Én erről előadásokat is tartottam, hogy hány hónapnyival kapnak mai nyugdíját, hány hónapi, 14, 15, meg 16. havi nyugdíjat kellene kapnia, ha nem változtatta volna meg a nyugdíjszámítás módját. Na de azt az az 1 millió nyugdíjas nem érti. Azt a szöveget, amikor azt az ugye, hogy a inflációnak megfelelően még mindig föntartom a nyugdíjadat és megvédem, elhiszi. És nem érti, hogy mi a különbség az infláció meg a nyugdíjas infláció között. Mert a nyugdíjas inflációt egyetlen egy évben sem kapták meg a nyugdíjasok. Egyetlen egy évben sem. Tehát hazudik, és tehát vesztese, és Orbán Viktorra szavaz, és ír nekem, és elmondja, hogy nem érti, hogy egy szimpatikus vagyok számára, de nem érti, hogy miért kritizálom ezt az aranyembert. Azért, mert ez egy szurkos, fekete ördög. És még ezzel az ördögöket valahol meg is sértem. Hát ezért. Úgyhogy ezt el akartam mondani, és mondom, számomra rendkívül tanulságos volt az, hogy sokan úgy gondolták, hogy már idáig is eljutottunk. Nem, ma még nem. Jövő csütörtök, hát azt majd megtudjátok, azt természetesen még nem tudom. Az Orbáni diktatúrának egy egészen különleges posztja az, amit mindenképpen beszélnem kell. Ez azt hiszem a E-heti.
tehát a maga a hír az eheti. De nem az egyetlen. Most nem volt már időm utána nézni, hogy hányszor csinálta ezt, amiben lebukott Orbán Viktor, amelynek csak hogy értsük, hogy a diktatúrának, tehát nem, a demokráciának, a média mellett a másik legfontosabb része a független bíróság. Tételezzük fel, hogy a bíróság még független. Nem az, de a bíróság egészen még nincs bekebelevezve. Ezért belefut időnként Orbán Viktor és a klánja abba a helyzetbe, belefut, hogy a bíróság előtt őt megtámadták. Az ő intézkedésével szemben valaki bírósági pert indított. Az adott ügyben, amiről majd két mondatot mondanak, azt a HVG indította. És eljutott abba a pozícióba, ugye egy Orbán Viktornak a közhasznú információkat az alaptörvény szerint a média rendelkezésére kéne bocsájtani. A 2010 óta semmit nem bocsájtanak a média rendelkezésére. Tehát semmit. Meg van tiltva minden minisztériumnak, állami számvevőszéknek, semmilyen információt nem ad ki, csak ha kiperlik. Orbán Viktor abban reménykedik, hogy hát kevesen tudnak perrenni, sok költségben van, hosszú ideig tart. De vannak kitartó perlők, és a HVG, úgy tudom, hogy a HVG azt mondta, hogy szeretném tudni végre, hogy születtek meg az operatív törzsben a COVID-járvány alatt azok az intézkedések, amelyek értelmetlennek látszanak. Úgyhogy mi vettük meg a világon a legdrágábban a kínai akciákat? Hogy tízszeres áron vettünk tízszer annyi lélegeztetőgépet, mint az Európai Unió. És annak egy tizedét tudtuk használni. Tehát ugye, mert nem volt többre szükség, mert hiába van egy lélegeztetőgép, ha nincs hozzávaló kórházi ágy. Kórházi ágyból 2000 volt, lélegeztetőgépből meg 20 000, vettünk 17 000-et vagy 18 000-et, eredetileg is volt 2000. Ja, és rendszeren belül. És ott 300 milliárdot költöttünk rá. Ugyanez. És hogyan történt, mik voltak azok a döntés előkészítő anyagok, amik az operatív törzs leült, és azt mondta, hogy ezt most megvesszük, az orosz vakcinát engedélyezzük, a kínai vakcinát engedélyezzük, ezeket a gépeket megvásároljuk. Tehát amikor hogy kellenek ezek a lélegeztető gépek, operatív törzs döntése, és ezeket a megfelelő típusokat is jóvá hagyom, hát ez nem nagyon szabadna, hogy másképp történjen, mint az, hogy volt egy előkészítő anyag, amit ezen az ülésen mondjuk, ez ha jól emlékszem, ez a belügyminisztériumból származik az képsz az indexé, tehát származik ez a kép, hogy ott leültek, és az operatív törzs tárgyalt. És hát, hogyha az derül neki, hogy nem tudom kiadni az döntés előkészítő anyagot, az mutatná, hogy a szakma minimuma is hiányzik az orbáni kormányból, egyszerűen Orbán Viktor diktál. Ugye? A B, hogy volt anyag, az biztosan nem mondta azt, hogy szükségünk van 20 000 kérdésével kell lélegeztetőgépre. Ez egészen biztosan állítható, vagy akkor megkérdezni, hogy kik készítették az anyagot, mert ugye egy szakember azt tudja, hogy kell hozzá kórházi ágy, nincsen ilyen kórházi ágyunk, meg kell hozzá személyzet, nincsen ilyen személyzetünk. Ugye ebben a részében. Tehát, hogy ezt tudják, hogy ezt adják ki. És a per úgy alakult, hogy valószínű volt, hogy megszületik az ítélet, hogy ki kell adni. Mit csinál Orbán Viktor? Él a jogalkotási lehetőségével. Ma olyan jogot alkot a parlamentből két nap alatt, amilyet akar. Ezt mutatja ez a kis alsó szám, hogy a 2013-as március 25-i alaptörvény módosítás, hogy azt csinál, amit akar, akár beemelheti az alaptörvénybe, mert azért a bíróságok jogének korlátozása oda való. Ja, de hát kihirdette a háborús veszélyhelyzetet, ami alatt egy hónapon keresztül szabadságát töltötte a horvát tengerparton, de a vészhelyzetet fönntartotta magának. Hát akkor hozok egy rendeletet, amelyben azt mondom, hogy az operatív törzs döntéseinek előkészítő anyaga nem adható ki. Tehát, hogy nem adható ki. És a bíróság sem kérheti ki, mert egyébként a titkos anyagoknak az általános szabály az arról szól, hogy egyrészt meg kell védeni, hogy titkos, kettő, a bíró elolvashatja.
Tehát ez egy példanélküli döntés, hogy annyira titkos, hogy a bíró sem olvashatja el, hogy véleményt tudjon róla alkotni, hogy az van az ügyben, mi a helyes döntése. Ja, készében. Ilyet demokráciában hozni nem lehet. Ez csak diktatúrában képzelhető el. Ez önmagában egy ékes bizonyíték, és nem ebben az egyetlen ügyben csinálja Orbán Viktor, hogyha vesztésre áll valamilyen perben, akkor jogot alkot. Hát gondoljunk csak a tanárok sztrájkjában. Ugye, úgy nézett ki, hogy a tanárok elmondták, hogy hát eddig ez volt az elégséges szolgáltatás, most miért ne lenne az? Úgy nézett ki, hogy a bíróság ezzel szemben nem fogadja el az a érveit a kormánynak, amely azt mondta, hogy most ő azt tartja elégséges szolgáltatásnak, úgy lehet sztrájkolni, ha megtartod a tanítást. Ezt nem tudta keresztül vinni a bíróságon. Mit hozott? Hozott róla egy rendeleti törvényalkotást. És ezért ma a tanárok a törvények szellemében nem tudnak sztrájkolni. Ugye nem tudnak sztrájkot tartani. Ez a fajta politikai fellépés, ez nem csak arrogáns, nem csak azt lehet mondani, hogy morálisan elfogadhatatlan, stb., hanem az is, hogy ez csak a gazembereknek a működési modellje, kizárólag diktatúrák, látszat demokráciák, amit az Európai Unió kimondott róla, hogy autokrácián alapuló egy hibrid, ahol elméletileg vannak jogvédő szervezetek, elméletileg vannak bíróságok, elméletileg van demokratikusan választott parlament, de a valóságban nincs. Diktatúra van, önkényuralom van, mondta ki az Európai Parlament 2 héttel, ha jól emlékszem, 2 héttel ezelőtt. Nem tudom, mikor ébrednek föl az a 3 millió ember, aki nem látja, hogy minket egy rács körülvesz. Mi már fogjai vagyunk Orbán Viktor önkényuralmának. Az EU pénzügyi forrásairól egy mondatos magyarázatot mondanom kell, mert azt látom, hogy a különböző média megjelenésekben különböző híreket folyamatosan, míg a média szakemberek is elrontanak. Az EU pénzügyi forrásából ebben a pillanatban 2 dolog áll, és ezt mutatja a táblázatom. Az egyik, az a pandémia miatt az Európai Unió kötvényeket bocsájtott föl, hitelt vett föl, és létrehozott egy helyreállítási alapot, hiszen az alatt, a pandémia alatt rengeteg gazdasági teljesítmény leállt, munkahelyek megszűntek, stb., és hogy ezt föl tudja zárkóztatni, ne legyen egy hosszú stagnálása az Európai Uniónak, ezért erre egy hosszú távra szétterített forrás hozott létre. Ez a helyreállítási alap. Ebben a körben a napokban kellene, ha jól tudom, megszületnie az a válasznak, hogy mi az Európai Unió válasza a magyar előterjesztésre, tehát a magyar javaslatokra a rendszeren belül. A másik, az Európai Uniónak van egy 7 éves költségvetése. A 7 éves költségvetésében van egy kohéziós alap. Az mindig is volt, tehát ami ott a csatlakozó ország, mindig is volt. És azt mondta, hogy az Uniónak nem szabad, hogy szétszakadjon. Ezért azokban az államoknak, amelyeknek az unió, a fejlettsége az uniós átlag 70%-át nem éri el, ugye tetszik érteni, tehát az az unió 35%-a, az átlagának a 70%-a, az az unió egészében a 35%-at jelenti. Na mi magyarok ide tartozunk, Európa motorja, mondja Orbán Viktor, tehát oda, ők a kohéziós alapból kapnak támogatást. Az Európai Unió bizottsága a múlt héten arról döntött, hogy ennek a támogatásnak a 70%-át függeszti föl, és ad rá 2 hónap haladékot, hogy az alatt milyen 17 törvény területen kell törvényt alkotnia, és annak milyen szellemiségi törvénynek kell elfogadnia, ahhoz, hogy lehessen egy kicsit még esetleg beszélgetni arról, megszűnő jogállamisági eljárást felfüggesszék, addig, ameddig megnézik, hogy milyen lesz a hatás ezeknek a törvényeknek, és akkor a források nem vésznek el. A másik a helyreállítási alap. Ott egyébként meg az a döntés születik meg, tehát, hogy ahhoz az ott lévő pénzekhez azért nem jutunk hozzá, mert ott az a parlamenti elvárás és bizottsági akceptálás, vagy elfogadás tartozott hozzá, hogy amíg a jogállamiság nem áll fönt, addig nem lehet azt mondani, hogy
Nem áll fönn a jogállamiság, ezért kohéziós alapot nem adok, de helyreállítási alapot adok. Tehát ott sem várható a pozitív válasz, de az a válasz döntésre vár, ezt mutatja ennek a rendszernek a fölépítése. Ebben a pillanatban átléptük azt a határt, ami az én időm, tehát ugye a 19.30, ezért ugye rövidítettem kell mondanom, de hosszabban szerettem volna elmondani, hogy micsoda tartalma van annak a mondatnak, amit az Európai Unió parlamentje 2 héttel ezelőtt fogadott el, és az Európai Unió bizottsága pedig most mondott ki részében, hogy Magyarországon ebben a pillanatban nincs demokrácia. Megint ugye az a gondolatom, hogy mikor fogja az a 3 millió ember megérteni, hogy tényleg elhiszi, hogy az Európai Unió 500 millió lakósából 490 millió hülye, és nem tudja jól értékelni Orbán Viktort, hogy ő egy gazember, és amit csinál, az nem az ország érdeke, hanem saját érdeke, és a klientúrájának az érdeke, diktatúra, és nem a 490 millió ember akar megváltozni, hanem Magyarországnak vagy távoznia kell, vagy Magyarországnak kell megváltoznia, és abban segít az Európai Unió, segít a fejlett világ, de nélkülünk nem fogja megtenni. Ugye? Tehát ez ugye ide tartott egy murkoli mondat volt, hogy 26 tagállama még nem tudott fölzárkozni a magyar modern demokráciához, de nem is akar. Ugye? Tehát ez a rész, ugye múltkor azért fölolvastam, hogy hány ponton fogadta el az Európai Unió parlamentje, hogy szó sincs itt arról, hogy csak korrupciós vádak vannak, amelyik ugyan alaptalanok, de hát ha úgy van, hát hozunk létre rá korrupciós ellenes ügynökséget, hanem nincs vallásszabadság, nincs tudományos szabadság, tehát nem felel meg a demokratikus gyülekezési szabadságnak az, ami nálunk van, tanárok, a vallásszabadság, a tudományos szabadság, hogy elvették az akadémiai intézményeket, tehát nem is meg, de ezek tragikus megállapítások, és fel kellene ébredni. Múlt héten kaptam egy kritikát, nagyon udvariasan, tehát hogy félre ne értsük a magyarázatot, amely arról szólt, hogy én Gulyás Gergelyt kritizáltam, hogy azt mondta, hogy a split klíma a megoldás. Én egyszer ilyen szakít tőként szeretek dolgozni, ami a tudományos előadású részletekre megyünk, de az érthetőség kapcsán egyszerűsítek. De itt lehet, hogy túlzottan egyszerűsítettem. De a kritika sem állt meg teljesen. A split klíma az nem megoldás, mert a split klíma, mint klíma, semmi más nem jelent, az egészében a split szó, mint hogy szét van választva. Ugye vannak a mobil klímák, amiben egyben van a ütő hőcserélő egység, és a, fújja ki a elején a hideget, hátrafelé pedig a meleget. A split klíma ezt szétválasztja, és az egyiket el tudom helyezni a hűtött hegységen kívül, mondjuk a homlokzaton, a másikot belül. Semmi más nem jelent. De a split klímának valóban mindegyik klíma, tehát a split klíma is, hőcserélő, tehát ha úgy tetszik, akár hőszivattyúnak is nevezhetném, nem annak szoktuk, de hőszivattyú elven működik, tehát hogy miközben az egyik benne lévő anyaggal hőt állít elő, tehát az részében, tehát attól azt a hőt elvonja, és akkor azt vagy a szabadba teszi, de akkor a másik, ha hőt elvontam tőle, akkor hűl, és az befújja hozzám, vagy megfordítja. A olcsó split kímák, tehát ha valaki elmesz split kímát venni, és lát 80-150 ezer forintért, akkor az csak hűteni fog tudni. Tehát az biztosan nem oldja meg a hűtési problémáját. A részében is nem lesz kedvezőbb a gáz fűtésénél, illetve annyiban, hogy nem fűt. Ha, ugye az részében. Van a másik fajta, a fejlettebb, amely a hűtésre lett kitalálva. Ezek olyan 120-200-250 ezer forint között mozgó gépek. Ebben van egy váltókapcsoló, de ez az azt jelenti, hogy amikor a hűtőklíma nyáron hűt, akkor az elvont hőt azt egyébként a szabadban kifújja, mint meleget. Ugye? De a hűtés a klíma funkciója. Tehát arra van kitalálva. Ebbe beletesznek egy váltókapcsolót, ami télen meg tudja fordítani, és kifelé küldi a hideget, és amit egyébként kifújt volna a szabadban meleget, azt fújja be a szobába. Ez azonban nagyon alacsony hatékonyságú. Olcsóbb vele a fűtés,
mint a gázé, de például a nagy hidegben nem is lehet vele fűteni, mert olyan jegesedés keletkezik a külső egységén, tehát nem akarom a szakmai részét elmondani, de nem arra van kitalálva. Ezért csak a ősszel-tavasszal alkalmas kiegészítő fűtésre. És van a szakmailag azt mondom, mert mindegyikben van hőszivattyú, de van a hőszivattyús, a fűtésre optimalizált klíma egység, de az bizony 350 ezertől 2,5 millióig tart. Tehát az értéke. Az arra van kitalálva, hogy nagy hidegben is tud fűteni, és le tudja váltani a fűtést. Tehát képes a fűtés kiváltására. Na most ezért mondtam, hogy ez az a klíma. Mert ha csak annyi mondok, hogy split klíma, akkor nagyon sokan megnézik, hogy elmennek, beütik a képen, a Google-be kijön, hogy van 80 ezeres idény, ugye most majd ősszel akciózás lesz, mert ugye nyári hűtés nincs, ugye azért hogy kapható is 80-100 ezer forintért, és akkor elmegy és megveszi, esetem is föl is szereltetni, és utána, amikor mondják, hogy kapcsolja be, akkor hűtés, mondani, de fűtése kapcsolja, arra ezt nem lehet. Vagy ha lebukott menet közben, akkor hűtőfűtőt vett, de fázni fog, és nem lesz igazi megtakarítása. Tehát, hogy ezt korrekten kell mondani, a gázfűtés fűtés kiváltására, a hőszivattyús elven fűtésre kialakított, optimalizált készülék képes. Csak ennek ez a pontos változata. Nem beszélek róla a függetlenné válásunkról. Minden alkalommal fölhívtam a fiam, ma is aktuális, az energia irányába kell elmenni, akinek van rá lehetősége, mert az elektromos energia irányában van mobilitás, tudsz függetlened nem csak az orosz gáztól, hanem a magyar gáztól is, hiszen a magyar gázon is Orbán Viktor ugyanannyi extra profitra tesz szert, mint Putyin elnök Oroszországban. Tehát ugye az észében úgy, hogy a magyar kormány is lop tőletek, az elektromos áramnál ezt kevésbé tudja megtenni. Kitértem rá már az előadásba, kötelező ismétlés. Ha nem fog össze az ellenzék a kerekasztal, elkezdheti megvalósítani az árnyék kormányt, vagy hasonló fellépéseit, nem lesz eredményes. Az Orbáni békéről külön beszéltem, és arról is azt is említettem, és kötelező ismétlés, hogy Orbán nem ki fogja vezetni Magyarországot, hanem Orbáni intézkedések tudatos sorozata ma abba az irányban van, tudatosan azt a szándékot, Orbáni szándékot valósítja meg, hogy magyarországi közvélemény abba a helyzetbe kerüljön, hogy ő ki tudjon lépni az unióba, mert az unióban ő nem tud bennmaradni, nem tudja tartósan gyakorolni hatalmát, már pedig a hatalmáról nem kíván lemondani. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Aki követéssel ezt meghálálja, annak külön is köszönöm, de nem kötelező természetesen, és óriási megtiszteltetés. A jövő hét csütörtökön 18 órakor ismét találkozunk.